Svájc nem csak jégkorongban, hanem futballban is rohamosan közelít a világ élvonalához, ezt jelzik a válogatott és a klub eredmények is. A magyar fiatalok is tapasztalhatták, hol tartanak a svájci korosztályos ellenfelek, hiszen a mieink második helyen zártak mögöttük a Telkében rendezett U16-os focitornán. A szövetségi edző Tuboly Frigyes, valamint Korozmán Kevin érkezett hozzánk a stúdióba. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt, milyen torna szervusztok. Volt ez Telkében? Milyen erőpróbáról van itt szó? Az UEFA első ízben írta ki úgynevezett fejlődési torna. Ennek a célja az, hogy a 16 éves gyerekeknek nemzetközi tapasztalatszerzés terén fejlődjenek, és ezáltal sok nemzetközi mérkőzésen vegyenek részt. Akkor ez egy sorozat lesz? Én azt gondolom, hogy mivel ez egy jó kezdeményezés, ezért ez egy sorozat lesz valószínűleg. U16-os játékosok milyen bajnokságokban, milyen erőpróbákon fejlődtök, milyen megmérettetések vannak számotokra? Hát ugye minden hétvégén van bajnoki, edzéseken veszünk részt hétköznap, és ugye hétvégi bajnokin mutatjuk meg azokat a begyakorolt edzés által, amit egy edzésen begyakoroltunk, azokat mutatjuk be a meccseken. És vannak ugye jobb csapatok, azok ellen nehezebb játszani, de azokat próbáljuk utolérni, megközelíteni. Igen, igen. Egyébként más nemzetközi megmérettetés nincs ezeknek a srácoknak? Felkészülési mérkőzések vannak, határmenti mérkőzések, itt a környező országokkal játszunk, de én azt gondolom, hogy nagyon hasznosak a tornák, mielőtt azért van egy pici tétje is itt a mérkőzéseknek, sokkal jobb, hogyha tornákon tudunk részt venni, mint hogyha felkészülési találkozókon. Milyen szintűek a magyar bajnoki meccsek, az U16-os bajnoki meccsek? Hát én azt gondolom, nehéz belülről ezt megítélni. Nem, de... nincs. Hát én azt gondolom, hogy aki még az U16-os korosztály válogatottjához tartozik, az nem baj, ha egy korosztálya feljebb játszik, és az U17-ben pallérozódik. Én azt gondolom, hogy a fejlődése szempontjából sokkal jobb. Nem megbántva, az U16-os bajnokság szerintem nincs olyan szinten, hogy a nemzetközi mérkőzéseken, akik ott játszanak, tisztelt a kivételnek, fel tudják venni a versenyt a nemzetközi mérkőzéseken. Tehát akkor ez cél is, hogy a fiúk egy korosztálya vagy egy-két korosztálya feljebb szerepeljenek? Igen, szeretnénk azt, hogy lásd, itt a Kevin már a U19-es csapatban is bemutatkozott, de a zöme az U16-os válogatottnak a U17-es bajnokságban szerepel, ami mindenféleképpen pozitív a fejlődésük szempontjából. És mit szólnak az idősebbek, amikor közöttük kell bizonyítani? Hát hogy érzed? Hát persze először még ugye újoncok, olyan kicsik vagyunk, mi visszük a labdákat, ugye megyünk a fiatalok, de most már kezdve szépen lassan befogadnak, és így ugye jobb teljesítményt is tudunk mutatni, amikor ugye már befogadnak. Hát ez mindig így volt, amikor én futballoztam, akkor is megvolt a ranglétre, amit igen, végig igen. kellett járni. Akkor igen. ezek szerint ebben nincs változás. Nincs változás, igen. És hogy érzed magad az idősebbek között? Mennyivel nehezebb ott a feladatod? Gondolom azért a fizikai különbségeket nehéz áthidalni, súlyban, hát, kilogramban, hát magasságban. Hát igen, nehezebb, de viszont a ugye, játéktudásban, ugye, ha fel tudom venni azt a ritmust, meg ezek ugye, a 19-e, akkor megy a játék. Ugye. Hogyan válogatott, hogyan választotta ki ezeket a gyerekeket, akik a Telkiben rendezett tornán szerepeltek? Nem most választottuk ki őket. Itt már 3 évvel ezelőtt megtörtént a kiválasztás, de folyamatosan figyelve vannak a játékosok, folyamatos szűrés van, ugye itt a fejlődés nem, itt van, aki megugrik, van, aki picit megáll, mindig keressük azokat a játékosokat, akik egyéniség, akik be tudnak illeszkedni a csapatba, folyamatosan változik, de van egy mag, aki azért már hosszú évek óta ott van, arra szeretnénk építkezni, és az nem baj, ha minél több nemzetközi mérkőzést játszanak. Hány klubból, hány akadémiáról érkeznek a srácok? Hát, vagy nagyon vegyes a kép? Hát nem mondanám, mert ugye inkább azok az akadémiák, akik tulajdonképpen viszik a prímet, itt gondolok a Puskás Akadémia, Győr, Honvéd, MTK, inkább onnan kerülnek ki a srácok, de természetesen van Békés Csabáról, van Pécsről, tehát mindenhonnan érkeznek fiatal emberek. Kevin, te, ha jól tudom, MTK-s vagy. Igen, igen. Ott milyen az utánpótlás képzés, hogy érzed magad, milyen szisztéma szerint dolgoztok, mesélj nekünk erről. Hát az utánpótlás képzés szerintem nagyon jó, ugye fejlődés szempontjából nagyon jó, főleg, hogyha feljebb edzünk, ugye én 3 évvel feljebb edzek, ott nagyon szenzációs
az edzések, és szerintem nagyon jó. Hogy néz ki egy akadémista napja? Edzés, tanulás, milyen összhangban? Hát reggel van? Ugye tanulás, hát kedden, csütörtökön van két edzés, akkor ugye reggel 11-ig van suli, 11-kor lesz, van edzés reggel, utána ebéd van, utána megint ugye suli, és a délután edzés. És ugye amikor egy edzés van, akkor suli, és utána az edzés. Általában 4-kor van a délutáni edzés. Beszéljünk erről a telkiben rendezett tornáról egy picit. Ugye örmények, szlovénok, valamint a svájciak voltak az ellenfelek. Milyen erősségűek ezek a vetétársak? Hát próbáltuk úgy szervezni a tornát, hogy a erősségek azért úgy kövessék egymást, hogy idézőjelben nem lebecsülve a örmény válogatottat gyengébb, egy közepesebb és egy top csapat ellen mérkőzünk. Pontosan azért, mert a nemzetközi ritmusnak a felvétele nem könnyű. Tehát a magyar bajnokságból egy nemzetközi mérkőzést játszani itt a fiúknak nem egy egyszerű feladat, teljesen más a ritmus, sokkal gyorsabb a játék, ezt fel kell venni. Én azt gondolom, hogy ez szépen fokozatosan sikerült, de azt be kell látni, hogy a Svájc az top csapat, és még nem vagyunk azon a szinten, de azért dolgozunk, hogy minél jobban és minél sikeresebben szerepeljünk. Elég nehéz ezt gyakorlatilag feldolgozni, hogy Svájcot top csapatként emlegetjük, de hát valóban így van, ugye nem csak a futballban, ahogy a felvezetésben is elhangzott. Mitől ilyen jók a svájciak? Azt hozzátenném, hogy ők már nagyon régóta elkezdtek egy munkát, felépítettek egy birodalmat, egy koncepció alapján dolgoznak, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ebben a csapatban például 3 svájci volt, rengeteg az a játékos, akit külföldről hoznak, afrikai kontinensről, szerbek, törökök könnyebben tudnak hozzá jutni, és itt a nem, tehát az, hogy nincs svájci játékos, ez megmutatja, hogy könnyebb nekik mondjuk a csapatot. Könnyebb dolguk van, igen. Ha már szóba került a külföld, Kevin, te, ha jól tudom, 2-szer is voltál külföldön próbajátékon, hol voltál? Igen, 2-szer voltam kint, Angliában először, ott 2-szer is kint voltam ugye próbajátékon. Hát az első meccsen ugye a Prestonon játszottunk, ott szereztem 3 gólt, az egyiket nem adták, meg a Lukas volt a 3. Hát akkor 2,5-nek könyveljük el, jó? Igen. És ugye egy gólpasztattam, ott nagyon jól ment a játék. Aztán visszahívtak még egy hétre, ugye akkor játszottunk egy nagyobb csapat ellen Birmingham ellen. Hát szerintem jobb volt a Birmingham, inkább védekeztünk, de ugye nyertünk 2-0 a 2 pontrugásból, és mondták, hogy még egy hétre vissza kéne mennem próbajátékra. A másik hely az a Hollandia volt, a NES Nijmegen. Ott ugye EB előtt mentem ki, és ugye nem is volt ilyen meccs, hanem így egymás közt játszottunk, meg edzésen mutattuk meg, oda is ugye visszajöttek, és szerintem azért elég jól ment a játék. És mit tapasztaltál, miben másabb a külföldi képzés? Hát ugye a tempó sokkal másabb, ugye a meccseken is, meg ugye az edzések az is másképp állnak hozzá, mint itt Magyarországon, és ezért ugye jobb a fejlődésként. Ugye egyre több fiatalnál látjuk, hogy külföldön próbálnak szerencsét, és hát több-kevesebb sikerrel. Önnek mi a véleménye erről? Maradjanak a fiatalok, menjenek? Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb és az a cél, hogy valaki profi szerződéshez jusson kint, akkor az a játékos elmondhatja magáról, hogy valamit elért, mert nagyon sok olyan fiatal ember van, aki kimegy külföldre, elgondolhatjuk, hogy mennyi ilyen próbálkoznak, és mennyi játékos szeretne profi szerződéshez jutni. Nagyon nehéz, nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy nehéz azt elérni, hogy valaki top csapatban profi szerződéssel tudjon külföldön játszani. Rengeteg olyan fiatal van sajnos, aki megtapasztalja, milyen külföldön az élet, és jönnek haza, és aztán itt próbálkoznak. Kedvén, hogyha lehetne választani, akkor hova mennél? Hát inkább Hollandia vagy Németország felé, mert ez ugye a játszós típus, és szerintem az illik hozzám. És a Premier League? Hát Premier League szerintem nem való a stílusomhoz. Azért inkább a Hollandia vagy a Németország. 2 győzelem és 1 vereség a telki torna végeredménye, illetve egy második hely, mennyire elégedett ezzel? Én azt gondolom, hogy elégedettek nem lehetünk, mert ugye szerettük volna megnyerni a tornát, de ez egy kialakulóban lévő csapat, lépésről lépésre szeretnénk haladni. Én azt gondolom, jó úton járunk. A cél az, hogy a szeptemberi EB-selejtezőn, ahol már tétmérkőzés vár ránk, ott minél jobban szerepeljünk. Sok sikert a válogatottnak, és sok sikert neked is, Kevin, a további labdarúgáshoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.